Csabának, azt Timinek fogom küldeni, és Csabinak ezt a nótát fogadják tőlem szeretettel. Innentől kezdve kétszínű embereknek nem küldök nótát, egyáltalán. Családsegítő, annyit tudok nektek üzenni. Dolgoztok eleget, de nem jó. Én már elmondtam, és ha el kell mondjam százszor, elmondom. Az, amit ti csináltok, az nem állapot. El fogok menni a gyermekemmel üdülni. Senkinek semmi köze. Megyünk bizonyám. Farkas Timihez megyünk egy napra, utána megyünk tovább. Senkinek nincs hozzá köze. Az, hogy én mikor megyek, nem szólhatnak az én életembe. Anya, nem baj. Jó, ide rakja anya. De figyelj csak, cuki mukika. Ez pálinka. Ez nem, kóstold meg. Tessék. Nézem meg. De neked nem szabad. Inni. Ez jeges. Ez jeges. Nézd csak. A gyermekem is. Be van tanítva, úgy látom, meg is mutatom. Be van fagyasztva. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Úgy látom, hogy megvan tanítva a gyermekem, de elég szomorú. Így van benne. Aj! Üdvözlök mindenkit! Gyerekek, elmondok mindent nektek, hát elszomorít, hogy... Fejezzétek be! Én most azért léptem fel, mert úgy így dudolni fogok. Ha tetszik, ha nem. Senkinek semmi köze. Gyermekem el van látva, evett, ivott. Nincs köze senkinek. Kuss be! Hogy én hogy beszélek? Úgy beszélek, ahogy én akarok. Szó szabadság, úgyhogy csitt. Azt csinálok, amit én akarok. Ne, hogy már beleszóljanak az életembe. Nem szólhatnak bele. És nem vezényelhetnek egy ember, hogy már pedig te ezt csinált, meg azt csinált. Nem. Kus, coki hátra. Meg hogy beszélek? Úgy, hogy én akarok. Megkérdezhetem a gyámhatóságot, meg a család segítőt, vagy kisegítők. Kisegítők, mert nem segítettek. Mikor a gyermekemet nem hozták el, hogy haza akarom hozni, otthon hagyták. Mi a segítség? Nem család segítő, család kisegítő. Váljon meg a menet. Ne nektek álljon fentén, mert én is lépek. Van rá pénzem lesz, és megteszem a lépéseket, hogy ti el fogtok tudni felelni, hogy hol volt a gyermekem, és ott kellett volna legyen. Hoppá, én is tudok lépni, ja. Milyen munkátok van? Család segítő. Kisegítő, besegítő. Mindent kitaláltuk rá. Mindent? Nem? Család segítő. Mindent? Itt vagyok, itt ülök. Jelentsetek csak nyugodtan. Gyertek, ahányan vagytok. De ezt nem fogom hagyni, hogy ezt csináljátok velünk. Lépek, és feljelentést tettem. Ellenetek. Nem, elintéztem mindent. Ez már nem állapot. Gögöny, nem jó vizsgáljátok ki az ilyen. De a gyermekemet nem hoztátok el hozzám. Eldugtátok, hogy nehogy haza tudjam vinni. Gögöny, ez milyen munka? Megkérdezhetem, mert a kiskorú gyermekemnek, még akkor nem volt 14 éves, elvittétek, hogy nehogy tudjak panaszkodni. Bezany. Hoppá. Ti vagytok a család kisegítők? Nem, nem. No, ezt jelenteni fogom. Jelentettem amúgy, de megyek majd nem sokára. Még egy helyre. Mennem kell a gyámicsőz. Más időpontom van. És elmegyek,
és szépen megtanítlak benneteket repülni, hogy milyen munkátok van. Akármit tesztek. Tudom bizonyítani, hogy a gyermekem ott volt. Elmondta nekem, anya, szeretnék hazamenni. Ti mit csináltatok? Nem hoztátok a gyermekemet oda, az időpontra, ahova kellett volna. Hoppá! Miről beszélünk? És az akartam hozni, és nem hozták el a gyermekemet. Ti dolgoztok? Dolgozok most én is rajtatok. Elintézem a sorsotokat. Feljelentést tettem. Elegem lett belőletek. Nem csináltok semmit. Megkapjátok a sorsotokat. Nem igen fogtok abba a székbe csücsülni. Mert csücsülni könnyű. Mondtam már, a billentyűt könnyű nyomkodni. Arra húztok, hanem. Jelentettem, hogy a gyermekemet nem osztátok el a tárgyalásomra. Nektek kötelességetek lett volna rendelkezni azzal. És te azt akartátok, hogy ne kapjam meg a gyermekemet. Megakadályoztátok. Itt a bibi. Úgyhogy ácsi, nem én fogok színi. Nagyobb osztályra megyek. Mondjad már neki, hogy tárgyalok. Nem mondok sem. Honnan? Hagyjon már most végén. Most beszélek. Nem fogom magam kikészíteni ezek miatt, a trófélek miatt. István! A ráka mellett kell. Bocsánat. Jó, jegyezzétek meg. Cukimukit. Soha nem ijedik el, bizonyítékot kérek. És máma két illető szépen leadta, amit én hangüzenetbe adtam. És tudom, hogy ki az. Nem szégyellik magukat? Lejátszanak mindent? Megtudtam, hogy ki a két színű. Nem tört el a kezem. Hoppá! Megtudtam, hogy kik azok a zsarolók. Azok a mocskosok, akik hazudnak. Megtudtam. Muszáj voltam kicselezni őket. Nem tört el a kezem. Egyáltalán. De kíváncsi voltam, kit kell kilökni a showból. És jó vagyunk nagyon is. De kíváncsi voltam, kik árukodnak. Egybőbe telefonáltak. Család segély, vagy mi az Isten azok. Segítenek azok a fit fenét. Csak pofázni jönnek ide. Pofázzanak a családjukba, ne nekem. Akinek megadok a gyermekemnek minden ennivalót. Bizony. Oda ugassanak. De rájöttem, hogy kik azok. De takarodni tőlünk. Úgy is menjünk Tibikémnél üdülni. Bizonyám. Lehet pucolni. Tőlünk. És nem hagynak békén. Oda menjenek. Jeges átállj, kikéjön. Még azt mondják, hogy beszélek. Úgy, ahogy én akarok. Tűnésén tőlem. Úgy is elmegyek dudolni. Ha tetszik, ha nem. Nem tört el a kezem. Egyáltalán. Bírom mozgatni, még ütni is tudok. Rájön meg a gyászmenet.
Semmi baja. Islánka? Befejezni. Még egyszer valamelyik. Kitalál valamit. Esküszöm. Fogsérre nem marad. És nekem nem mondja azt a család segítő, mert nem segítő, hanem kisegítő. Semmiben nem segítnek. Kisegítő? Hogy? Ne szóljanak az én életembe. Meg én mit valljak be? Bevallom én nekik azt, hogy mennyi csomagot nem kaptam meg. Csit legyen, mert nekem is vannak bizonyítékaim, amit ellenük tudok tenni. Úgyhogy kus. Minek? Adok nektek pászkát. Nem félek tőletek. Nem mindenkire értem. Gyámhatóság, családkisegítő, segítőkészlét, minden van. Mit segítenek? Megkérdezhetem? Mit? Leláttam dolgozni. Máma, kivettem szabadnapot, mert mentem intézni a papírokat, személyigazolványt, mindent. Mi közük? Hát üljenek szépen a foteljába, azt nyomkodják a gombocskát. Ne velem törődjenek, elmondtam, menjenek ópáiba, ahon nincs semmi, itt meg megvan minden. Akkor mit akarnak? Jöjjenek, ne egész nyugodtan gyertek. Nem fogom magam hagyni. Kössétek fel a kis bugyitokat. Nem olyan egyszerű. Bizonyítékot kérek. És nem hiszem sehova a gyermekemet. Ha füstő, ha nem. Sehova. Nem viszem a gyermekemet. Nem kötelezhettek rá. Mi az, hogy már vidd be? Nem, gyertek, tik ide. Gyertek csak. Megmutatom, körbevezetem a házamat. Ti gyertek. Nem fogok sérafikálni. Benzin nem 2 forint. Nem fogok kocsikázni. Fizessétek ki a benzinemet. Fizessétek ki, amíg becsicsülök. Bedany, ez így működik. Ki kell fizetni. És elmegyek. Ha kifizetitek a benzint, persze, hogy megyek. Addig nem. Nem fogok menni. Egy tapottat se. Akármilyen időpontot mondtok, nem megyek. Elegem lett. Mindig bejelente is. Hát már ki van már vele a tolaó. Felj, mindjárt Juliska. Tazudgátok, család segítő, mennyit hazudtok, elvitettétek a fiamat is, nem segítettetek semmibe. Akkor miről beszélünk, mikor kértem mindenkitől a segítséget, ki volt ott? Ki volt? Senki? Miről beszélünk? Ti segítettek? Nem dolgoztok normálisan, ez az igazságom. Hanem ültök, az billentyűztök. Könnyű ülni, meg elmenni kávézni. Semmiben nem segítettetek. Semmiben. Elmentetek. Ott hagytatok, a szarba. Pedig kértem. Nem adtatok segítséget, senki. Egy magamra maradtam. Nem tudtam megoldani. Mert nem volt miből. De most már van, hogy ügyvédjet fogadjam, hogy eltakarítsalak benneteket. Bizony, tanuljatok meg repülni onnan, mert nincs osztályatok, nem jó dolgoztok. Feljelentettem 1-2 embert, szemét. Nem tettetek semmit. Elmondtam, hogy elengedni fognak, mert énekelek. Semmit nem tettetek.
Csak ültök a segeteken. Hát akkor mit csináljunk? Dolgoztok? Hát nem. Már jön meg a menet. Kügyman azt megáll a Pricseziába. Nem akarok vele beszélni. Megálljon a menet. Normálisan dudolok. Szépen. Szoktam hülyéskedni. És végig az is a bajuk. Miért ne tehetnék? Fiatal nő vagyok? Igen. A gyermekem el van? El. Mi közük? Semmi. Ők csak üljenek szépen otthon, azt tegyenek macsorát. Mert feljelentést tettem ellenük. Majd meg tudják. Kivettem egy szabadságot. Hogy ez már nem állapot, ahogy dolgoznak. Megtudjuk. Szépen. Hogy dolgoztok ti? Hát csomagomat is eldobtátok. Merem is állítani. Jelentsetek csak. Merem, mert minden munkás megkapta. Mi nem kaptunk. Milyen érdekes. Az eltűnt. Jelentettem. Nem érdekel, elegem van belőletek. Ilyet csinálni. Az nem igaz. Ha már megérülök. És én nekik áfenték, még ők nekik áfenték, hogy még le is hallgassák a hangfelvét, hogy hogy beszélek. Hát elmondom az igazságomat, hogy egy csicskák vagytok. Miért nem mondjam el? Miért ne? Ti nem segítettetek rajtunk soha. Soha a büdös életbe. Kijöttetek kukucs-mukucs. Mentetek. Kértem a segítséget, eltűntetek. Miről beszélünk? Menjetek, fülödjetek le magatoknak. Az uszodába. Vagy Gyuriskánál, mert van egy jó medencéje. Abba pancsikázzatok. Kisanyáim. Velem úgy sem írtok. Nem fogom hagyni magam. Mit képzeltettük? Nem fogom a gyermekemet ugrabugráltatni. Ide ugrátozz! Nem érdekel. Nem érdekel István. Oda ugrátozz. Ide ugrátozz. Amoda tedd a gyereket. Oda tedd. Ide vidd. Oda vidd. Elegem lett. Világos? Oda visz. Oda visz. Ti menjetek szépen Nagykálóba. Oda visz. Oda visz. Hagyjátok békén a gyermekemet. Megvan mindene. Coki! Mindene megvan. Ennivalója. Mindene. Miért nem hagyják békén? Miért jelengetnek? Állandóan. Folyamatosan. Miért nem lehet erről a családról leszakadni? A gyermekemről meg rólam. Úgy is elmegyünk. Pápá! Szia, csácsú, mi hello? Megyünk bizony. Uszodjába mindenhova. Enni mindenhova. De ez már ne régót. Hagyják ki a gyermekemet. Leültem a kisujjammal, és sírtam. Mit művelnek? Van bennük szív? Van. Meg lehet kérdezni? A jó Isten fent van. Átkot teszek minden arra az emberre, aki nekem ártott. Hogy rohadjanak meg. Bizony, átkot. Mindegyik rohadjon meg. Mert rendesen nevelem. Tisztességesen. És nem engedem meg, hogy az én gyermekemet bátya szájára vegye. Se családsegítők, kisegítők, fogyatékosok, senkinek. Nem engedem meg, takarodó, takarodjanak tőlünk. Jelentettem őket, megtettem a lépést.
Elég. Most már ők fognak faszolni. Ugyannyian. Ez a baj, ez a baj, nem az a baj, de nincs bizonyíték. Honnan? Elnyem a szívüket. Honnan? Mert tudják mondani. Úgy honnan a bizonyíték? Mert hogy én így bohóckodok. Hihi, haha, nincsen bizonyíték. Akkor tűnjetek a prikezsiába. Azt mondhassátok, hogy én hogy beszélek, úgy beszélek, hogy akarok. Szó, szabadság van. Tűnés. Ennyi. Kisfiamat nem hagyom. Az én gyermekem. Oké. Okay. Adok. De hideg cukimuki. Nem ilyen. Ujjaj. De hideg kucsa. Jó, nem kell sok, mert hány sok torkod. Nem baj. Egyre nem baj. Jó. Nincs ki, csak fájni fog a kis torkocskát, mert hideg nagyon, még anyának is hideg. Ágyjál, tartsan. Na, hagyják békén a gyermekemet, világos vagyok. A gyámügyhivatal mindenki, kocs. Ha bizonyítékot adjatok, nem bakte. Jó van, cukimuki. Az már hideges, az már abból már nem jön. Hát ő, benne van a jég. Vagy a tusztinak, vagy ki. Ó. Be kell hagyni a kisfiamat. Mindegyiknek. Aj. Be kell hagyni. Beszállni. Család segítő. Igen. Család segítő. De hogy segítőjek? Nem. Fel vannak jelentve. Megtettem a lépést. Megtettem, mert ártatlanul bántam. Amit nem feli a valóság. Mert ők kapnak bejelentést. Ugrabigvi. Mondtam már, annyiszor ugrálnak, hogy miért nem ugranak egy jó magas hegyre. Én már többet nem megyek oda. Papit kérek, hogy ide jönnek. Igen. Nem fognak minket bántogatni. Kis gyermekemet meg engem. Nem fedi a valóságot. Nem, amilyen bejelentések mennek. Most is tök rendes vagyok. Hozd ide, cukimuki, segítek. Hozd ide, puta. Elegem lett. Adok én nektek pászkát. Nem olyan ember vagyok, hogy megijedek. Hagyom magamat. Azt csináljanak, amit akarnak. Beszaulunk. Átküldünk mindent. Hát tudok mindent. Hangüzeneteket, mindent. Én tudom. De legalább le tudtam buktatni azokat az illetőket. Velük már nem tárgyalok. Egyáltalán. Menjen, mamma. Ne. Nem beszélek csúnya. De nem feri a valóságot. Vitte viszik itt, ma elszorjuk a lopját. Hogy lopját? Hát, mondjad is annak, menjen szépen innen el. Ne. Majd beszélek vele. Majd lopus így. Mondjad Ustikának így. Ha? Nem akarok most erre beszélni, adjál puszit. Köszönöm szépen. Én is? Jó. Hagyjatok békén. Nem minden kire értem, majd tudja azt, hogy kire értem. Tudja. Melegem lett. Így bántanak. Elengednek folyamatosan. Be is kell azt bizonyítani, nem pedig ugatni.
Máma kivettem egy szabadságot, és elrendsem őket. Megtettem a lépést is. Fel vannak jelentve. Bizonyán. Nem vizsgálták jól az ügyet, a gyermekemet nem hozták. Eldugták. De ahogy azt mondja, hogy igen, anya, haza akarok jönni. Nem hozták, miközben kötelesek lettek volna a nevelőszülőnek elhozni. A gyermekemet is eldugták. Jó. Nem hozták el. Testvérével lehetett volna. Jönszki. Nem hozták. Anya. Ők jöttek csak. A nevelő apucika. Anya. Gyermekem meg. Otthon maradt. Anya, csói ifa ma viszte viszélik. Ki? A tifa. István. Igen. Mondjad, megyen anya most. Mindjárt. Elköszönök. Timi, megígérem, hogy megkapod a nótákat. De mennem kell, mert itt vannak nálam. Akármit mondottok. Bárki. Nem hagyom annyira. Nem. Kis jó, mi harcolok. Szeretem, imádom. És mégsem értik meg. Együtt vagyunk. De a fiamért embertől. Ilyen nincs. Ezt csinálják. Csinálják. Nem hagyom gyerekek. Most is zaklatnak. Nem hagyom, mert imádom a gyermekemet, és ellátom. Főzök, mindent megcsinálok. Töltött káposzta, húsleves, minden ott van ütőben. Menj már innen. Ez a pasi. Innen megcsinálok. Bizonyítékaim vannak. Nagyon sok kaja fenn van. Felteszem Facebookra. Majd lássák az emberek. Milyen kajáim vannak, hogy nem hazudok. Na, azt tegyék meg.